Az utóbbi évek legnagyobb keretösszegét használhatja fel a Magyar Közút Európai Uniós forrásból a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei mellőkúthálózat rekonstrukciójára. Idén összesen több mint 555 kilométert érintő beruházást hajtanak végre. Az új Széchenyi terv keretében már el is készült a Bereg-Daróc-Fehérgyarmat-Csengersima összekötő alsóbrendű út teljes körű felújítása. Ez tulajdonképpen úthálózati megnevezés szerint a 4127-es szám összekötő út egyharmadnyi hossznyi szakasza. Ez érinti Bereg-Daróc, Bereg-Surány, Tarpát és Tivadart, hol kanyarog a településeken, hol pedig külterületeken vezet keresztül. Jelentőségét tovább fogja növelni a beregi árvíztározó megépülte, hiszen annak egy határoló útszakaszáról van szó. A beruházás keretében elvégezték az útszakasz burkolatának megerősítését és szélesítését, a belterületi szakaszokon a vízzel vezető árkok és a buszmegállók felújítását, külterületi szakaszokon pedig az árok patka rendezését, tartós útburkolatjelek festését és az átereszek rendbetételét is. A mi kormányunk úgy gondolta, hogy nagyon lényeges az autópályák és a főutak mellett egy-egy térségben a kisebb településeket összekötő utak felújítása. Itt egy 16 kilométeres szakaszt sikerült Bereg-Suránytól Kisalig, Tivadarig pontosabban felújítani, és én azt gondolom, hogy ez elősegítheti, hogy az emberek, akik általában a megélhetés mellett a közlekedési viszonyok, az útviszonyok hiányát említik, hogy egymást jobban elérjék a nagyobb településeket. Dr. Tilki Attila, útügyi miniszteri biztos, országgyűlési képviselő, Fehérgyarmat polgármestere elmondta, országos szinten 33 milliárd forintot fordítanak a mellékutak felújítására, amelybe beletartoznak az ötszámjegyű utak, a zsáktelepülésekhez vezető útszakaszok is. Közel egy 5 milliárdot tesz ki a térségben felújított utak összértéke, hiszen a következő időszakban lesz majd a Jángmajt és Gacsály és a Csegöld-Bacsály közötti utak felújítása, valamint a következő hónapban fogjuk átadni majd azt az utat, ami már határt is fog összekötni Barbolc és Peleske között. A beruházás megvalósulását követően nőtt az útszakasz forgalombiztonsága, javult a szolgáltatási színvonal, és az utazási időben is rövidülés lesz tapasztalható. A Magyar Közút Nonprofit ZRT mindent megtesz azért, hogy az új Széchenyi terv keretében felújított útszakaszok hosszú távon is kiváló állapotban maradhassanak.